ingatlan közvetítéssel és értékbecsléssel foglalkozom. Nagyjából olyan, hát 3-4 éve. Ugye egyedül csinálom egyéni vállalkozóként, hát mellékállásban ugye. Van mellette egy másik főállásom, egy ilyen családi vállalkozás. Miért jelentkeztem? Hát igazából kezdtem egy kicsit így belefásulni, meg belefáradni az egészbe, és így motivációt vesztettem igazából, és kellett valami lendület, hogy így tudjam ezt így tovább csinálni. Ez a hideghívásos történet. Ugye ott nem tudtam részt venni, mert nem volt jó, mert olyan helyen voltam, hogy nem tudtam a párbeszédbe részt venni, de hogy abból is nagyon sokat lehetett tanulni, hogy azért ne engedjük feltétlenül magunkat annyira könnyen lerázni igazából, hanem azért ott még, amikor már rég abba hagynánk, ott azért még 3-4-5 kérdésig, vagy bármíg azért még el lehet menni. Nyilván van az a pont, amikor értelmetlen, de hogy azért sokszor át lehet lendülni, hogyha egy picit tovább kitartunk. Meg nyilván, hogy azért valami rendszerbe csináljuk a dolgokat, meg hogy azért értékeljük így a munkánkat, hogy mégis hol tartunk, meg merre tartunk. Az, amikor nem is tudom, talán az első konzultáció volt, vagy a második, hogy így mennyire nem volt motivációja az embernek. Tehát, hogy ott volt, aztán tényleg nem tudom, első vagy a második volt, de ott az egy kicsit így az a konzultáció, hogy megütött mélyebben, hogy végül is hol tartok, és rájöttem, hogy abban a pillanatban így nagyjából sehol, mert hogy én nagyon sok mindent elengedtem. Igazából szerintem akármelyik ingatlan, aki igazából ingatlanokkal foglalkozik, ajánlanám mindenkinek, mert azért sok mindent lehet tanulni. Amit mondjuk, hát főleg mondjuk, hogy elkezdi teljesen egyedül, nincs segítsége, nincs egy mentor, akkor meg végképp rengeteget tanulhat. A végén ne az legyen, hogy olyan ingatlan közvetítő legyen belőle, akit így, akinek inkább így eldobják a telefonszámát, vagy az jönne, hogy soha többet ingatlan közvetítőre nem bízzuk az ingatlanunkat. Mindenképp mindenkinek hasznos lenne.